Brno Šalina Pavu. Před naším výjezdem máme pro vás několik důležitých pokynů. Cestující jsou povinni se za jízdy držet, nevytohánět se z oken a dbát, aby svým jednáním neohrožovali sebe, spolu cestující nebo posádku. Posádka je oprávněna z přepravy vyloučit nebo k přepravě nepřipustit podnabilé osoby. Organizátor jízdy neručí za jakékoliv škody způsobené znečištěním odivů cestujících potravinami a nápojů všeho druhu. Šalina Pavu je zakázáno kouřit. Děkujeme za respektování těchto přepravních informací. Nyní již může náš Šalina Pav vyrazit. Užijte si jízdu Šalinou Brnem. Se starou Brnem. Dear friends, welcome on board the Starobrno Šalina Pub. Before we set off, we have a number of important instructions for you. Passengers must hold on tight during the journey, must not lean out of the windows, and must do everything they can to ensure that their actions do not put themselves, their fellow passengers, or the crew in danger. The crew is entitled to eject intoxicated people from the tram and to refuse admission to intoxicated people. The journey organizer is not responsible for any damage caused by passengers' clothing being soiled by food or drinks of any kind. Smoking is prohibited in the Šalina Pub. Thank you for respecting this travel information. Wow. Our Šalina Pub is now ready for departure. Enjoy your tram ride through Brno with Staro Brno. Cik nem hallatszik, most hallatszik, jaj de jó, fog kezdődni most már. Tehát akkor beszélgethetünk is. Értette, értette, aki nem értette, nem értette, elmondom, hogy azért vannak itt bizonyos szabályok, amiket be kell tartani. Nem szabad kihajolni, sört kiönteni, dohányozni, szóval mindenhogy általában szokás. Azt szeretném elmondani, hogy mindenkinek kettő sör jár, de nem lehet kicserélni, tehát nem lehet helyette mást kapni. Úgyhogy ha valami mást szeretnének és nem sört, akkor azt meg lehet viszont venni. Van alkoholmentes sör is, meg van üdítőital is, de azt meg lehet vásárolni. És hát a, természetesen a járó sört meg megkapja akkor a szomszéd, aki szívesen megissza. Jó, úgyhogy... És akkor szépen, szépen körbe megyünk, itten körbe fogunk járkálni Brnon. Brno városa, Morva főváros. A Cseh Köztársaság második legnagyobb városa. Ugye a legnagyobb város maga a főváros Prága, de ha valaki úgy gondolja, hogy engem akar túlkiabálni, én befogom a számot abban a pillanatban, hogy ne kelljen olyan sokat ordítani, jó? Jó, akkor folytatom. Tehát, kérem szépen, gyönyörűséges, szépséges kis térre értünk itt ki. Ugye gyönyörű Szent Háromság oszlop van itt rajta, és folytatjuk az utat, tehát a Cseh Köztársaság második legnagyobb városában, a legnagyobb Morva városban, Brnóban. Egy olyan 450 ezer körüli a lakosoknak a száma, tehát elég nagy város, és a lakosoknak a döntő többsége Morva nemzetiségű. Eléggé nagy rivalizálás folyik a morvák és a csehek között, és hát mondják, hogy mennyire nem szeretik a morvák a cseheket, főleg a prágaiakat, és hát ez a nem szeretet, ez kölcsönös, ugye a Prágában sem nagyon csípik a brnóiakat. Erre van egy nagyon jó pofa kis vicc, amikor ugye itt Brnóban az egyik szökőkútnál egy ember éppen a szomját akarja csillapítani a szökőkút vizéből, és hát egy brnói jár arra, éppen, és hát szól neki brnói tájszólással, hogy ne itt azt a vizet, abba pisilnek a kutyák. A másik nem érti pontosan, hogy mit mondott emez, és visszafordul, visszaszól prágai tájszólással, hogy mit mondasz? Ilyen kérdőzével fölhúzza a hangsúlyt, mit mondasz?
A másik meghallja, hogy az prágaiul beszél, rögtön mondja neki, hogy ah, semmi, semmi, csak vigyázz, mert hideg. Ja, hogy ne értenék? Megértik, hát hogy ne értenék, persze. Végül is mind a kettő csehül beszél, csak hát egy kis tájszólással van. Hát, most nálunk is ugye van, aki kecskemézi, szegedi, az őzi, attól még azt megértik Pesten is. Tehát a cseh és a szlovák az már két külön nyelv. Az két teljesen külön nyelv. Más nem 20 éve, az sokkal régóta az, csak amikor még Csehszlovákia volt, akkor mind a két nyelvet használták, és mind a kettő hivatalos nyelve volt az országnak. Most megy. Most meg ugye Csehországban a cseh, Szlovákiában meg a szlovák a hivatalos nyelv. De nincsen probléma, mert az idősebb generáció most is tökéletesen megérti a másikat is. A fiatalok már nem annyira. Régebben úgy volt, hogy a televízióban mentek a cseh filmek, meg a szlovák filmek, közben itt a bal oldalunkon ez a Janáček színház épülete, ez a csehországi színház épületek legnagyobbikai közül való, tehát van néhány ilyen modern, ezt 1960-as években építették, Leos Janácsekről kapta a nevét, aki egy kiváló zeneszerző a 19. század második felében és a 20. század első harmadában élt, nagyszerű operákat írt, hangversenyműveket, mindenféle nagy zenekarra, kisebb zenekarra, és hát egy kicsit ő volt a Cseh Bartók Béla is, mert hogy a szlovák, illetve morva és cseh népzenét gyűjtötte és írta össze. Tehát ő a Janács. Na, tehát visszatérve a dologra, a cseh televízióban ugye, illetve a csehszlovák televízióban annak idején a híreket két bemondó mondta. Az egyik csehül beszélt, a másik szlovákul. A sportközvetítéseket két riporter közvetítette. A sportközvetítéseket két riporter közvetítette, az egyik csehül beszélt, a másik szlovákul. Aztán az egyik nap cseh vagy csere szinkronizált film ment a tévében, a másik nap szlovák vagy szlovákra szinkronizált. Tehát folyamatosan mindig hallották mind a két nyelvet. Úgyhogy mindenki értette is a másiknak a nyelvét tökéletesen. Na most, amikor 1993. január 1-én szétvált Csehszlovákia, és lett egy külön Csehország, meg egy külön Szlovákia, akkor ez a dolog, ez megszűnt, mert azóta ugye itt csehül beszélnek, abban a szlovákul, hát most már nincs ez a mindennapi kontaktus a másik nyelvvel, tehát az a generáció, amelyik azóta nőtt fel, az a generáció már nem tudja ilyen pontosan megérteni a másikat. Még egy színházépületet láthatunk most a jobb oldalon, ez pedig az egyik leghíresebb színházépület, mert hogy a Fellner és Helmer építész duó építette. A Fellner és Helmer az egy nagyon híres építész iroda volt Bécsben a 19. század második felében, és 49 színházépülettel szórták tele Európát. A budapesti Vígszínház, színház, a kecskeméti Katona József színház, a szegedi Nemzeti Színház, az Odesszai Színház, a pozsonyi Nemzeti Színház, a prágai Operaház, ezek mind a Fellner és Helmer építészduónak a munkái. Nagyszerű színházakat kiváló akusztikával és nagyon kényelmes széksorokkal építettek. Nekem volt szerencsém egyszer meglátogathatni az Odesszai Színházat, amelyeket még addig, amikor én láttam, nem tatarozták és nem építették újjá. És ott még olyan széles széksorok voltak,
hogy ahogy benn ült az ember a sorban, ha valaki olyan nagy ruhába ment volna, hogy olyan széles abroncsosba, azzal is el tudott volna menni az ülő ember előtt, anélkül, hogy akár ennek a lábára, akár a másik széknek a hátuljába beleütközött volna. Tehát olyan széles széksorokat terveztek eredetileg. Aztán persze, amikor ezeket a színházakat a 20. században egy kicsikét átépítették, hát sűrűbbre vették a széksorokat, ugye, hogy több ember beférjen, és hát akkor már nem volt annyira kényelmes a színház. Na de a Fellner és Helmer csinálta a Volkstheatert is Bécsben, tehát szóval mindenfelé Európa szerte szétszórták ezeket a szebbnél szebb, jobbnál jobb színház épületeket. Hát nem tudom, hogy ismerőse a terület, amerre most járunk, mert hogyha itt megnézzük, hát itt álltunk az előbb, és itt vártuk a csapatot össze. Jós volt. Ugye, tehát balra mellettünk a főpályaudvar. És ha a jó Isten is úgy akarja, akkor megint valami érdekes irányba fogunk haladni. Az a templom, az mindjárt itt lesz majd a jobb oldalunkon előttünk, az a Szent Péter Pál templom, amelyik 1777 óta püspöki templom, tehát a legmagasabb egyházi méltóságnak a székhelye is ott van, és tulajdonképpen az egyik nagyon híres látnivaló Brnóban. De két ilyen dombtetőn emelkedő híres látnivaló van, az egyik a templom, a másik pedig az úgynevezett Spielberg, a Spielberg vára. Na majd mindjárt fogjuk látni ezt a templomot a jobb oldalon fenn a dombtetőn. Eredetileg a 10. században ott a templom helyén épült egy ilyen gótikus középkori vár, a Morva helytartóknak a vára, és mellette egy román stílusú templom is volt. Na most, amikor a helytartók elunták azt a várat, mert nem igazán volt kényelmes, akkor kitalálták, hogy elmennek a szomszéd dombra, amelyik még egy kicsit magasabb is, és ott megépítették a Spielberget, amelyik eredetileg ugye szintén erődítmény vár volt, azután később alakították át mindenféle más funkcióba, így többek között várkastélyá, majd pedig a várkastélyból börtön lett, és a börtönből ma már múzeum van. Tehát a Spielberg a szépen lassan átalakult. A régi templomot pedig itt a Petrov-hegyen átépítették gyönyörű gótikus templommá, és Szent Péter és Pálról nevezték el. Na most, hogyha egy kicsit kinézzünk balra, akkor ott van az a piros tető, sárga épület a dombtetőn, az a Spielberg vára. Ugye, és szokták ezt a Spielberget egyébként abból a korszakából, amikor is börtön volt, a népek börtönének is nevezni. Az osztrák-magyar monarchiában ide zárták be legtöbbször a hazaárulással vádoltakat. Többek között itt a Spielbergben volt fogoly Kazinczy Ferenc is, de itt raboskodott báró Trenk Frigyes is. A Spielbergnek a cellái azok kazamaták, kazamáta, sötét szobát jelent. Ez azt jelenti, hogy a börtöncelláknak nem volt a napfényre ablaka, hanem csak ilyen lichtfokokra, ilyen világító udvarokra. Úgyhogy egyetlen egy olyan cella volt a Spielbergben, ahova besütött a nap, és ez pont ennek a báró Trenkfrigyesnek volt a cellája, aki itt is halt meg a Spielberg várában. A második világháború idején a németek koncentrációs tábort csináltak a Spielbergből, és kilégzőhely nem volt, úgyhogy a kilégzéseket nem itt intézték, hanem elvitték máshova az embereket. Aztán gondolták, hogy fölösleges a sok transport, inkább építenek ide is egy kilégzőhelyet,
de szerencsére a háború végéig az már nem készült el. Úgyhogy itt igazából nagy kivégzések nem voltak. Viszont mondhatom? Tehát a második világháború egyébként eléggé megrongált a várost. Azt mondják, hogy a háború után nem volt egyetlen épház Brnóban, mert hogy mindegyik valamiféle találatot kapott és megsérült. De nem véletlen a dolog, mert ugye egyrészt vasúti csomópont Brnó, ide futott be a legelső vasútvonal a Csehország területén, Bécsből érkezett a vasút, és ez volt a legelső, de azután egy nagy vasúti csomópontá épült ki a város, és ez volt az egyik ok, ami miatt bombázták állandóan. A másik pedig az ipar. Ez pedig egy igen komoly ipari város volt, a gépiparak, különböző gépipari gyárak voltak itt, és ezen kívül a textilipara volt igen fejlett. Nem nagyon. Becenek hallgatni. Jobbra mentünk. Tehát a textilipar nagyon virágzó és nagyon jó volt, még a Manchesternek is hívták Brnót annak idején, mert hogy az angol szövetekkel vetekedtek az itt előállított szövetek, és a gyapjú, amiből a szövet készült, az megtermett a legelőkön, a város környéki legelőkön, még rengeteg birkát tenyésztettek, és hát az a gyapjút azt is használták föl a városban. Egyébként a város maga nagyszerűen, nagyszerű helyen van, mivel hogy három oldalról hegyet veszünk körül, és csak a negyedik oldalról van. Most tessék egy picit balra nézni. Itt van egy ilyen érdekes ágyúgolyószerű valami. Azt kérem szépen egy óramű, az 2010-ben a svédek fölött aratott győzelem 365. évfordulóján állították fel, és ez egy olyan óra, amin a másodperceket, a perceket, az órákat és az éveket is le lehet olvasni, és minden nap 11 órakor, amikor megnyerték a csatát a brnóiak, akkor kiesik belőle egy golyó, amit rendszerint aztán a turisták el is kommunizálnak. De még ehhez visszatérünk, ehhez a csatához, mert ez egy nagyon érdekes dolog volt annak idején. Tehát ez a szép utca, ugye ez megint neki visz a vasútállomásnak, úgyhogy megyünk lefelé a Masaryk utcán. Hát a Brno egyébként nem csak a textilipar meg a gépipar, hanem azon kívül mondom, iskolaváros is van, egyeteme, vannak színházai, itt jobb oldalon van a kapucinusok temploma és kriptája, ami egy külön érdekesség, hiszen a kapucinusok temetkezési módja is egy különleges dolog, és ott a kapucinus barátokat is meg lehet nézni, akik a levegőségre kiszáradtak, és így mumifikálódtak. Itt a kanyarban megnézzük, a bal oldalra nézzük, akkor ugye ott van a túloldalon a vasútállomás, tehát megint visszajutottunk a kiinduló pontunkhoz. Na most a Csehországban ez nem csak Brnóban, hanem Prágában is divatos,
hogy a villamos sineket úgy fektetik le, hogy egyik villamos vonalról a másik villamos vonalra a sineken a villamosokat át lehessen terelni. Hát ugye ezt mifelénk most úgy mondják, hogy fonódó villamos, és hogy össze lehet kötni, össze lehet kapcsolni egyes villamos vonalakat. És hát ez szándékosan úgy van megcsinálva, úgyhogy ha egy-egy villamos vonalat javítani kell, valahol le kell zárni, akkor nagyon egyszerűen át lehet terelni a villamost egy másik vonalra, aztán meg majd visszaterelni, és akkor így ezeket a lezárt szakaszokat ki lehet hagyni. Tehát ugye ezt most itt láttuk, hogy eddig három felé mentünk, azt mindig ugyanoda jutottunk vissza, de lesz még más felé menet is, és megint csak ugyanide fogunk visszajutni, mert hogy itt lesz a vége a villamos túrának, a sörvillamos túrának is. Na, most egy kicsit más felé megyünk megint. Visszatérve még a gépiparra, a szocialista időkben kezdték a gépipari kiállításokat és vásárokat rendezni Brnóban, és rendezik a mai napig is. Van itt egy szép nagy vásárváros, amelyik kifejezetten hát ezzel a céllal épült ki folyamatosan, fokozatosan. A vásárvárosban ma már nem csak gépipari kiállítások vannak természetesen, hiszen abból nincsen olyan sok. Szabályosak ezek a csehek is. Kihasználják már célokra is. Így például minden évben januárban itt rendezik meg az év első idegenforgalmi kiállítását és vásárát, ami hát az utazáshoz hasonló kiállítás és vásár. Ezt január 6-a és 16-a között valamikor, ahogy adódik ugye az időpont, úgy szokták megrendezni. De ez az évben az első mindig. De hát kérem szépen olyan 400-450 ezer a lakosoknak a száma. De egész pontos adatot most nem tudok mondani, mert már elég régen volt népszámlálás, de olyan 400-450 ezer közötti a lakosság szám. Egész Csehországnak a lakosai 10 milliót tesznek ki, tehát egy körülbelül ugyanakkora ország, körülbelül ugyanannyi lakossal, mint Magyarország. És hát a 10 millióból ugye minden 20. ember mondjuk él Brnóban, és mondjuk minden 8. ember él Prágában, mert ugye Prágában vannak, hogy 1 millió 200 ezer. Nos, tehát visszatérünk akkor a dologra. Én ott hagytam abban az előbb, hogy valamikor réges-régen még az őskorban, ugye már akkor élt itt ember, mert hogy egy nagyon jó helyen fekszik a város. Van két folyója, a három oldalról hegyek veszik körül, a nyugatról, északról és keletről, délről pedig egy termékeny síkság. Na kérem szépen, most ahova érkezünk, az a kér, ez Mendelről kapta a nevét, aki a genetikának volt nagy kutatója,
tehát a genetikai kutatásoknak a atya, az ősatya feltalálója, és itt ezen a téren van a sörgyár, a Starobrno sörgyár, amelyiknek a sörét éppen fogyasztani méltóztatnak. A Starobrno sörgyár jó néhány fajta sört készít, és ha felnézünk a domb tetőre, ott arra, balra, előre, akkor egy másik szögből megint a Spielberg várát láthatjuk, ugye, amelyikről már volt szó, hogy erődítény volt többek között. Spielberg várát egyébként, mint erődítés, Napóleon szüntette meg, mert fölnobbantotta a külső védműveket, és utána már csak börtönnek használták. Első Vencel király özvegye Eliska Rejcska volt, aki a jobb oldalunkon lévő kolostor épületet megalapította, mert hogy ő is szeretett itt lenni, itt lehet, egy kicsikét átsorogni fogunk, mert ebben a villamos fordulóban. Kérem szépen, most itt ezen a helyen le lehet szállni a villamosról, 10 perc szünet van azok számára, akik dohányozni akarnak. Ha esetleg azt látnák, hogy a villamos elmegy, ne rémüljenek meg, mert csak a mögöttünk álló villamos miatt megy egy kör, de vissza fog ugyanide állni, jó? Akkor... És akkor elmondom még egyszer a svédeket, mert nem mindenki hallotta a svédeket. Úgyhogy a 30 éves háború idején volt itt egy, nem is egy, hanem két elég nagy csata, de két alkalommal is körbefogták, ostromolták a várost a svédek. És hát a második ostrom az már 1645-ben volt, ugye már a 30 éves háború vége felé, és hát bizony a svédek is unták már a háborúzást, és mentek volna már haza. Torstenson generális úgy határozott, hogyha nem sikerül másnap a déli harangszóig bejutni a városba, akkor befejezik és elmennek haza. Na most a brnóiak meg megtudták ezt a dolgot, és hát másnap ugye ment a csata a maga rendjébe, és egy idő után hát úgy nézett ki, hogy a svédek már mindjárt bejutnak a városba. 30 ezeres hadsereg volt, és hát borzasztó nagy sereg volt a svédek részéről, és akkor a harangozó hirtelen megmentette a helyzetet, mert fölszaladt a templomtoronyba, és 11 órakor elharangozta a delet. De a svédek meg ugye karóra nem volt, hát a déli harangszóra volt a kénytelenek hagyatkozni, azoknak, hogy dél van mindenként kívül, na akkor menjünk haza, és abba hagyták az ostromot. És így menekült meg Brno városa az ostromból, és emiatt aztán 11 órakor is harangoznak Brnóban, nem csak dél. Senkit nem érdekelt ez a dolog, úgy veszem észre. Amerre most elmegyünk,
az egy kicsit kiebb esik már a belvároson, és el fogunk menni a Vásárváros mellett, ahol a gépipari kiállítások, autószalonok és ilyen dolgok szoktak működni. Mondom, én úgy érzem, hogy amikor én beszélek, akkor azért kiabál mindenki, hogy engem túl kiabálja. Hát, vett a korancsot. Kemény maga az elején van. Itt is ennem vagyunk. Most még. Ezt a későt már csak megköszi, benne van az álma kivendőzetben. De valóban ott van a kamerám is szépen, és köszi a beszéltünk a 30 éves háborúról és a svédekről, akkor beszéljünk még egy másik háborúról is, a napóleoni háborúkról. Tudnélik, itt közvetlenül Brno mellett, 10-12 kilométerre Brnótól van egy település, úgy hívják, hogy Slavkov-Brna, de mindenki csak úgy ismeri, hogy Austerlitz. Itt volt, tudnélik, az austerlitzi csata. És 1805-ben zajlott a csata, a három császár csatája. Ugye Ferenc császár, Sándor cár és Napóleon voltak, akik itt ilyen komolyan csatáztak egymással. És Napóleon jól kigondolta a csata előtt, hogy hát ha ő lenne a másik oldalon, hogy akkor ő hogyan támadna. És akkor úgy elgondolta, hogy ezt csinálnám, azt csinálnám, ez lenne rá a válasz, az lenne rá a válasz. És aztán azt mondja, hoppá, de ha én ezt így csinálnám, akkor engem nagyon megölnének. És azt mondja, na jó van, hagyjuk, majd meglátjuk, hogy mit csinál az ellenfél, erre ők is rá fognak jönni. És másnap megkezdődött a csata, és zajlott szépen abban a sorrendben, ahogy ezt Napóleon elgondolta előző nap. Pontosan ugyanúgy. És nem jött rá az ellenfél, hanem belement abba a csapdába, amit Napóleon előre látott, és bizony jól megverte őket, úgyhogy Sándor cár az annyira megharagudott a vesztes csata után, hogy még békét se kötött, hanem rögtön levonult a csatatérről és elmenekült. Hát Ferenc császár az meg szegénykém ugye kénytelen volt békét kötni, úgyhogy elmentek Napóleonnal Pozsonyba békét kötni, és hát ott írták alá 1805. december 25-én a pozsonyi békét, amelyik a lezárása volt ennek a csatának, és amelyik tulajdonképpen hát arról szólt, hogy Ferenc császár egy csomó minden kiváltságát átengedte Napóleonnak ugye a vesztes csata fejében. A pozsonyi primási palota tükörfermében írták alá ezt a pozsonyi békét, amelyik később a Magyar Országgyűlés felsőházának is helyt adott, tehát ott a gyűlésezett az Országgyűlés felsőház a tükörfermében. Az Austerlitzi csatának az évfordulóján, ugye ez egy ilyen november-december fordulójára esett maga a csata. A csatának az évfordulóján mostanában rendeznek ilyen kosztümös csatákat a Austerlitzi csatatéren.
és a, csak a 200 éves évfordulójára 2050 akkora ünnepségeket rendeztek, hogy a fél autópályát be kellett zárni, és az mind parkoló volt, annyi sokan jöttek, de jöttek Oroszországból, jönnek Franciaországból, beöltöznek kosztümösen és csatáznak. A maga idejében az Austerlitz-i csata volt a legeső legnagyobb emberveszteséggel járó csata, tehát azelőtt ilyen nagyon nagy emberveszteség nem volt egyszerre, úgyhogy az Austerlitz-i csatát azután sokára ugyanlegyezik, a legsúlyosabb közvetet, és hát szerettek volna egy emlékszívet állítani a csatának, direkt azért, hogy ne legyen többet ilyen nagy ember áldozattal járó csata, és hát fel is építették a Mohilát, a béke emlékművét, amelyiket 1912-ben adtak át, tehát 1912-ben, és a Sors Fintora, az két évvel később, 1914-ben kitört az első világháború. Tehát ugye megépítették a gyönyörű béke emlékművét, hogy ne legyen több ilyen sok áldozatot követelő csata, és két évvel rá kitört az első világháború. Köszönöm, hogy megtaláltad.
Ja, ich bin da.